megtartotta első edzését a téli szezonszünet után az Ungvár FC az Avangard stadion füves pályáján. A csapat az ukrán harmadosztály mérkőzéseihez kezdte meg a felkészülést. Emlékeztetőül a március 22-én Ivanyica Mihajló csapata a Rivnei Veres otthonában lép pályára. A klub menedzserének elmondása szerint az ungvári csapat két edzőmeccset tervez lejátszani ezen a héten. Közel másfél ezer doboz cigarettát foglaltak le hétfőn a Tisza határátkelő helyen, amit egy diplomata útlevéllel rendelkező külföldi férfi próbált átcsempészni a határon. Erről számolt be Tracsuk Olena, a csapi határőrség szóvívője. Elmondása szerint az Audi márkájú gépjármű vezetője Bissau guineai állampolgár, aki útlevél ellenőrzéskor diplomata útlevelet mutatott fel. A csempészett cigarettákat a hátsó lökhárító és az autóülések speciálisan beépített rejtek helyeiben találták meg. A határőrök lebontották az autó belső terének burkolatát és kiegészítő kereteit, hogy hozzá tudjanak férni a csempészett áruhoz. Jelenleg vizsgálják az eset körülményeit. Elmarad a március 15-ére tervezett ünnepség Beregszászon, amelyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója alkalmából terveztek megrendezni. Erről ma Babják Zoltán, a város polgármestere számolt be. Elmondása szerint a nyilvános ünnepséget a szervezők törölték a polgárok tömeges részvétele miatt, hogy elkerüljék a fertőzések terjedését, ideértve a koronavírust is. Babják Zoltán nyilatkozata alapján Beregszászon egyelőre nem jegyeztek fel koronavírusos megbetegedést, viszont az ünnepi eseményeket nem tartják meg. Önöket jól informálták. Aggódunk a tömegrendezvényeken jelenlévő valamennyi lakos miatt. Ezért hoztuk meg azt a döntést, hogy lemondjuk a március 15-ére tervezett összes rendezvényt. Egy tömeges rendezvényünk volt, amelyet évente 500-1500 vendég látogatott meg. Ez a magyarok nemzeti ünnepe, amely a beregszászi Petőfi szobornál kerül megrendezésre.